92.613 méter, ez a 6 órás futású világcsúcsa, amit a napokban egy Ausztriában minőségbiztosítóként dolgozó magyar maratonista és ultrafutó állított fel Veszprémben, nem sokkal azután, hogy harmadik lett amúgy a bécsi félmaratonin. Muhari Gábor reméljük ezúttal nem futva ugrott át az osztrák fővárosból, de már is itt van velünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Gábor! Ez a veszprémi világcsúcs, az egyetem okán Veszprém az egy ismerős terep volt neked, igaz? Igen. Ott végeztem egyetemen, tehát gyakorlatilag 6 évig éltem ott, mert utána még a polgárszolgálatot is ott csináltam, és sok ismerősöm is van ott, többek között a szervezők is, és gyakorlatilag ők kértek fel december elején, hogy mi lenne, ha ezt így megpróbálnánk, és ennek megfelelően... Tehát oda pottyancsál az Alma Materbe egy világcsúcsot, igaz? Nem egészen erről volt szó, tehát az első körben ez úgy nézett ki, hogy ők egy országos csúcsot szerettek volna, ami 89.300 méter volt, és akkor én azt mondtam, hogy ez végül is valószínűleg megoldható, nyilván ezt előre nem tudja az ember. Csak hogy ezt letudtad előtte Ausztriában. Igen, erre nem számítottam. És akkor innentől kezdve viszont tudtál neki kedveskedni egy világcsúcsra. Az ausztriai verseny után már én is elhittem, tehát ezt először el kellett hinni, hogy meg lehet ez az eredmény. Azért onnan még 3 kilométerre több volt körülbelül. De az ausztriai verseny az nekem milyen próba volt, mert előtte még nem futottam 6 órát egyben, és ki szerettem volna próbálni, és végül is így sikerült. Azt mondd meg, hogy mit lélektanilag a nagy különbség, amikor az ember távra fut, vagy időre? Vagy az időt nézi, vagy a távot? Nagyon nagy különbség elvileg, nem? Igen, van különbség. Tehát amikor az embernek megvan, hogy mennyit kellene futni, mindig van egy ilyen egy nyomás, tehát egy, én úgy mondom időprés, és tartani kell a részidőt, közben figyelni kell arra, hogy nagyon ne lassuljon az ember, de magában a műfajban benne van az, hogy a végén azért előfordulnak lassulások. Na most például ennél a 6 órás futásnál, ami ezek szerint egy viszonylag komoly újdonság volt számodra, ennél hogy voltak a lassulások meg a holdpontok? Úgy, ahogy tervezted? Nem nagyon lehet ezt előre tervezni. Azt kell tudni, hogy egy ilyen 6 órás verseny az körülbelül 7000 kilokalória energiafelhasználást jelent, ez óránként ugye 1200, és ami a dologban nehéz, hogy ennyit nem lehet ilyen iram mellett nem lehet bevinni ennyi energiát. És ahogy ürülnek ugye az energiaraktárak, úgy egyre nehezebb tartani a tempót. Igazából nekem 4 óráig semmi bajom nem volt. Azt mondanám, hogy teljesen komfortos volt az egész. Ez sokat jelentett később, mert az utolsó 2 óra az viszont valami borzalom volt. A legnagyobb holdpontom az 4,5 óránál volt. 4,5 óránál? Igen. Ezt úgy oldottuk meg, hogy én kértem egy akkor ilyen... Akkor eszedbe jutott, nem, hogy lehet, hogy a 4 órás futás világcsúcsot kellett volna megdönteni. Hát az utolsó 2 órában sok minden eszébe jut az embernek, tehát hogy most kiülök itt a pálya szélére, meg ilyenek, de hát nyilván... Tehát addigra már olyan jól ártam időarányosan, hogy nem. Szabad ne feledd, mert közbevágtam, szóval hogy oldottátok meg 4,5 óránál? Volt egy tömény cukoroldatom, ez egy ilyen speciális készítmény, és végül is az így helyre rakott. Ezt te magad kísérletezed ki, az e-féle oldatokat, hogy mi az, ami neked nagyon jó? Nem, az az igazság, hogy most az utóbbi évben nagyon fejlődött ez a dolog, tehát a táplálékkiegészítés és maguk a sportfrissítők, és ez egy ilyen speciális készítmény volt, tehát ez bárki megveheti gyakorlatilag. Na most miután erről már szót ejtettünk, hogy te alapvetően egy maratonista vagy, mi az, ami téged az e-féle ultratávok és ultraprodukciók felé vonz? Igazság szerint én középtávfutó voltam, tehát a történet így kezdődött. Én 2000-ben ismertem meg egy edzésmódszert, ez a Lydiard féle módszer, ő egy nagyon híres új-zélandi edző volt, és az a lényege, hogy hetente legalább egyszer ilyen 2-2,5 órát kell futni relatív alacsony intenzitással. És ez neki bejött, mert több középtávfutó olimpiai bajnok tanítványa volt, gondoltam, ezt kipróbálom, és végül is nekem is működött, de nyilván ezután már nem okozott olyan nagy problémát, például egy maratont lefutni, vagy akár még egy kicsit feljebb menni. Tehát rákaptál. Igen. És akkor a maratonról a feljebb menetellel hogy állsz? Ezek a féle kirándulások, kalandok, vagy pedig evés közben megjött az étvágy, ha már például itt van ez a 6 órás világcsúcs?
Is-is, azt mondanám. Igen, egyértelműen, bár azért ez egy teljesen más terhelés. Tehát vannak benne pozitív dolgok, például az, hogy nagyon nem kell egy 6 órás versenyt melegíteni, elég 20 perc, vagy az, hogy az iram az nem olyan erős, ez gyakorlatilag egy közepes edzés iram, és nyilván a nehézséget pedig az okozza, hogy ezt sok órán keresztül fenn kell tartani. Az nincsen benne a fejedben, hogy a tevékenységi körödet, hogy úgy mondjam, azt alapvetően áthelyezel ezekre az ultratávokra? Jelenleg nem tervezem. Tehát az az igazság, hogy munka mellett ezt nagyon nehéz így csinál. Hát mert eljutottunk odáig, amire már tettem utalást, hogy neked hát melóznod kell minden nap. Van egy rendes munkahelyed, Ausztriában élsz. Hogy néznek ki egyáltalán így az edzések? Hát gyakorlatilag délután. Kérdezem azt, hogy mit csinálsz, amikor nem edzel és dolgozol? Hát ez úgy néz ki, hogy a felkészülési időszakban hétköznap semmi másra nincs időm. És ez azért ez így hosszú távon lelkileg elég nehéz ezt elviselni. A versenyidőszakban annyival jobb, hogy ott kevesebb az erős edzés, ott több pihenő nap van, és akkor ott már jobban van szabad ideje az embernek. Ausztriában lehet proféta az ember, te most már a saját hazádban is az lettél, de mennyire ismernek ott és ismernek el téged? Most ez a két verseny az elég sokat számított. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából az ultrafutásnak elsősorban Nyugat-Európában, illetve Észak-Amerikában vannak komoly követői, illetve akik tényleg jók ebben. Na most, hogyha jönne egy krőzus, egy jó szponzor, és azt mondaná, hogy Gábor, hagyd ezt a minőségbiztosítást, illetve ne hagyjad, de inkább a pályán biztosítsuk még inkább a minőséget, vagyis, hogy legyél főállású futó, bevállalnád? Valószínűleg nem. Nem? De miért? Hát az az igazság, hogy én gyakorlatilag 1989 óta versenyzem, és volt, amikor nagyon sokat edzettem, most már nem edzek annyit. Ez most nekem hobbi, tehát van egy szabadságom, így van, tehát megteltem azt, hogy mit tudom én, egy évben nem tervezek csak 3 hónapra versenyeket, és a többibe pihenek, vagy tehát teljesen pihenni nem szoktam, tehát valamit mindig mozgok, de igazából ez tényleg egy ilyen életforma. Következő csúcsfalat, 100 kilométeres VB? Így van, az április 22-én lesz Olaszországban, Szerenyóban. Hát a tavalyi eredmény lista alapján, illetve az idei eredmények alapján egyéniben és csapatban is várható valami jobb helyezés. Az, hogy ez mi lesz, ezt nem tudni. Na, mi lesz ez? Dobogó? Hát minimum. Előfordulhat, igen. Szóval előfordulhat egyéniben és csapatban is a dobogó, mert hogy azt se felejtsük el, hogy jó ez a Magyar Ultrafutó Társaság, igaz? Most egészen erős csapat lesz, az biztos. Tehát a férfi vonalon, ugye a Stejp Péter és Szaloki Róbert van még, azt tudni kell, Stejp Peti idén nyert több ultraversenyt, elég komolyakat, és hát ha 7 óra körül átragot tudunk futni, akkor esélyes a dobogó szerintem. Na, akkor ehhez sok sikert, és majd visszatérünk a 100 km után. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.